Az idei esztendő amolyan átmeneti év Szikszai Róbert és Káplára János számára. A két nyíregyházi diszkoszvető kiöregedett az utánpótlás korosztályból, így most már a felnőttek között kell bizonyítaniuk Kerekes László tanítványainak. Szikszai Róbert az idei évben szerette volna megdobni a londoni világbajnokság 65 méteres kiküldetési szintjét, de ettől egyelőre még elmaradt a korábbi junior Európa-bajnok, U23-as Európa-bajnoki bronzérmes versenyző. Ettől függetlenül az év eddigi versenyein elért eredményeire nem lehet panasza, mivel rendre jócskán 60 méter fölé repült a kezéből a diszkosz. Az idei év ez eddig nagyon stabilnak tűnik, 61-62 métereket gyakorlatilag minden versenyen tudom hozni most már, 6-7 verseny óta. Most már ebből kéne azért egy, ebben benne van most már egy nagyobb dobás, reméljük most a szerdai vagy a szombati verseny alatt ez ki is fog jönni. Technikailag sokat fejlődtem, az szerintem, és amellé párosult is az erő, amit hogyha ki tudunk hozni, akkor egy olyan 64-65 méter is elérhető lehet. Kerekes László edző szerint sok mindennek össze kell jönnie ahhoz, hogy egy diszkoszvető kiugró eredményt érjen el. Nagyon apró nüanszokon múlik a dolog, hogy jól érezzék magukat, jól legyen az idő, mert az nagyon fontos, hogyha milyen szabadtéri verseny, merről fúj a szél, milyen a hőmérséklet, milyen a dobókör, és hogy milyenek az ellenfelek. Na most ez most úgy néz ki, hogy a hétvégén meg lesz, illetve szerdán is a hétvégén meg lesz, úgyhogy bízom abban, hogy jó eredmények fognak születni. A szombathelyi és a veszprémi versenyt követően Szikszai Róbert Tatára utazik, hogy felkészüljön az Univerziádéra. Az egyetemisták és főiskolások világjátékát augusztus 23-a és 28-a között rendezik Tájpejben.